but just not baby when it comes to you. I get... milyen jó ez a természeti séta, nem? Ja, de annyira nyugtató. Kár, hogy Katie nem jött velünk. Ja. Hé, hey, mit szólnál hozzá, ha mennénk most a nagy fához játszani, vagy piknikezni? Nem is hoztunk kaját. Egyébként nem menjünk a nagy fához. Nem értem, hogy miről beszélsz. Miért nem? Azért, mert ott él a kannibál család. Milyen család? A kannibál család. És mi az a kannibál? Nem figyeltél oda a töri órán? Hát persze, te sosem figyelsz oda. Az a kannibál, aki megeszi a maguk fajtákat. Tessék! Jaj, kérlek, Rachel, ez nevetséges. Egyébként ott ismerkedtem össze Katie-vel. Az igaz, én is ott is ismerkedtem össze. Sőt, veled is, Taylor. Na jó, menjünk. Hé, várj meg! De remélem nem találkozunk kannibálokkal. Aha, itt is volnánk. A nagy fa még mindig olyan szép, mint régen. Kis bíre. Jó, addig megkeresem Katie-t, hát ha itt van a közelben. Oké. Rachel? Rachel? Rachel, elég volt ebből az ostoba a játékból. Hol vagy? Rachel! 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 Ne bánts, kérlek, ne bánts! Én sosem már vétettem neked. Igaz, hogy belőlem táplálkozol, de... Katie, kérlek,
szüleim is azok, és testvérem is az. Aha. És azért ismerkedtünk meg ott meg a nagyfánál, mert éppen otthon játszottam, amikor te jöttél. És szóval én nem akartam. Kérlek, Kéti, mondd meg, hogy ez nem igaz. De igaz. Egy bogár mászik a hátadon. Tessék, kannibál vagyis megjedsz egy bogártól. Azért a városba járok vásárolni, meg oda járok suliba. Azért nem annyira a természet az otthonom. Szóval még élek ott a városban is. Kéti. Semmi baj. Oj, kösz. Köszi, Taylor. De remélem, Richard meg fog gyógyulni. Nyugi, anyukámnak van telefonja. Anna vezeti, vagyis itt van áram vezettek. Szóval tudod, hogy hogy értem. Persze. És akkor hívjátok a mentőket? Hát persze. Jó. Csak mert aggódok Richardra. Én is. Nyugi, én is aggódok. Jó. Hát akkor menjünk. Anyám, anyám, anyám. Anyukám mutatott gyógyító módszereket, ha véletlenül egy barátot megtámadok. Meg is történt. Na lássuk. Á, itt van. Itt a harapás. Igen. Azért mindjárt magához térhet. Csak kell egy kis víz. Oké. De hát én ezt nem értem. Te kannibál vagy? Igen. Még hál az égnek, hogy nem ettél meg minket. Ja. Ha nem venném észre, hogy Taylort kaptam el, akkor már Taylorból sushi lenne. Ja, kösz. Belőled is. Nem akarok az lenni. Nyugodjon sem, ha elkaptak a suliban a rendőrök, meg ügynökök, és a többi vizsgálnak. És a végén pedig lehet, hogy haza kell mennem. Hova haza, hiszen itt vagy haza? Nem, én egy lakatlan szigeten nőttem fel a szüleimmel, és itt született meg a kishugom. Ó, hát igen, anya azt mondta, hogy költözzünk valahova máshova, ne arra. Ne ott éljünk annál a lakatlan szigetnél. Igen, yeah. Baromira unalmas lehet. Igen. És akkor ide költöztünk a város közelébe, az erdőbe. Szuper! És egyelőre van kunyhótok? Hát, a fa mellett van egy kis kunyhó. Ott élünk. Szuper! Majd ellátogathatunk hozzád. Igen, nagyon takaros, szeretek ott élni. És miből táplálkoztok? Gyümölcsökből, zöldségekből, néha hozunk a városból is kaját, és elkapunk még hozzátok hasonlót is. Csak nem barátokat, olyanokat, amiket nem ismerünk. Sőt, azokat is elkapjuk, akiket nem szeretünk. Ha én kannibál lennék, akkor tuti szétmarcangolnám Hannát. Én meg Sophie-t. Én pedig Lizit. Hú, ha erre jönnének, akkor megtenném. Tényleg? Ja, klassz lenne. Kérlek mind a hármat. Idegesítőek még a suliban is. Mind a három. Ja, úgy megszabadulnék tőlük, mint a kisgyerek a spenóttól. Hány óra? Ahó, az erdőben vagyunk. Honnan tudjam? Telefonod azért lehetne. Vadíts csak otthon. Ne verekedj már velem. A sapkám! Eltelt 2 óra, és csak most jön rá, hogy elvesztette a kalapját. Jó. Hé, mit szólnátok hozzá, ha ma nálam vacsoráznátok?
Hát, ha az anyukám megengedi, hát felhívhatja az én anyukám, hiszen barátok, nem? De, igaz. Gyere. Előre szólok, egy óriás szörnyeteg jár errefelé. Jézusom, ez meg itt van. Kitty. Aj, te szörnyű. Hé, ez a fülemet rágta. Áll. Fúj, nyálamos. Te jó szabgú, Rebecca. Nyálas, nyálas! Ez meg mi? Mi ez a nagy állat? Ja, ő Kitty. Egy fenevad. És nem bánt? Nem, egyáltalán nem. Csak rémizget. Ó, remélem Taylor nem találkozik vele. Már találkozott. Egy óriási nagy állat van ott a házatok közelében. Az Kitty, a fenevad. És nem bánt? Nem, egyáltalán nem. Csak amikor legelészik, akkor szokta rágni a fülemet. Fúj, tudom. Hé, mi lenne, ha nálatok vacsoráznánk? Klassz lenne. Igen, épp erről beszélgettünk. Igen, majd anyukámat felhívom. Jó. Te most mit csinálsz? Relax. Oké. Csak nehogy azt higgye ránk, a fenevad, hogy füvek vagyunk. I swear I do, but just not, baby, when it comes to you. I get so hungry when you say you love me. You know what's good for you. I think you're hot, I think you're cool. You're the kind of guy I'd stalk in school. But now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat you, fool. I eat boys up, breakfast and lunch. Then when I'm thirsty, I drink their blood. Carnivore.